Ez pedig már Magyar Néprajzi Lexikon kultusz bejegyzés, ami annyit tesz, mint egy vallási rendszer, rítusainak összessége, az a társadalmi szabályozott forma, melyen keresztül a hívők és a közösség hitrendszeréhez tartozó istenség, vagy természetfeletti lények vagy erők, úgy mint Darwin, vagy az UFO-k, vagy a halottak szellemei, vagy a gravitáció, vagy az űr. Közti kapcsolat megvalósul, tehát egy közösség, és a természet felettinek tartott lények és erők, mint az alienek, vagy a gravitáció, vagy pedig Elon Musk, egymáshoz való viszonyának társadalmilag rendezett gyakorlati formája. A kultusz az egy társadalmilag szabályozott forma, ami tereli a nyájat, hogy hogyan viszonyuljon az elfogadott természeti erőkhöz, mely a társadalom egésze által elfogadott és jóváhagyott. Az emberek, a legtöbb ember, összességében követi azt, amit a társadalom meghatároz számára. Így annak a kultusznak a része, amit mindenki elfogad, így nem tűnik neki fel, hogy ő mit csinál karácsonykor, vagy húsvétkor, vagy vasárnap, vagy összeeszik mindenféle szemetet. Hiszen követi azt a rendszert, amit számára felállított. Így kell élni az életed, semmi nem számít, így ebbe a kultuszba kerül be. Mi csak egy más útvonalat választottunk. A szabályozott kultusz részei a rituális cselekmények, ezen kívül a szentnek tartott szó, hely és idő, tárgyak, valamint a rituális cselekményeket végrehajtó személyek. Ez mind-mind részei a kultusznak. Így most már mindenki értheti, hogy ő is része egy kultusznak, csak nem tudja, mert igazából sose nézett utána, mert elégnek találta azt, hogy ismételgeti azt, amit hall a tévéből, amit hall a környezetétől. Ha valakit érdekel ennek a vallásos jelentése, úgymond, akkor egy valláson belül több kultusz is kialakulhat. Helyi kultuszok, melyekben a természet felettit főleg a szentnek tartott helyeken tisztelik, mint a szkíta mozgalom például egy ilyen. Források, ligetek, hegyek, mint a modernkori pogányok, vagy a természetvédők, a földanyások, a meditálók, akik meg fogják menteni a pandamacikat, lehetnek a kultusz helyei, vagy pedig az ember által készített épületek, azok, akik állandóan utaznak, fényképezkednek minden műtárgyat, meg ezeket a szemeteket meg akarják nézni szerte a világon, tárgyak körül alakul ki kultusz. Természetesen nem arról van szó, hogy nem kellene óvnunk a természetet, de az, amikor azt gondolja valaki, hogy ő minden energiát ebbe fekteti bele, és ő ezért jobb, mint bárki más, az például egy kultusz. Ugyanúgy, ahogyan az, aki járja a világot, mindent meg akar nézni, milyen csodálatos az ember, milyen nagyszerű dolgokat alkottunk, le kell fényképezni, ott kell lenni, be kell járni. Ebbe a kategóriába tartozik az is, aki mindig nyaralni kell, hogy menjen. Neki el kell menni a tengerpartra, az erdőbe, túrázni, mászni, kiugrani, ezt csinálni, azt csinálni. Hiszen ezek az emberek ebbe fektetik bele az energiájukat, rituális cselekményeket hajtanak végre, mint a fényképezés, vagy az erről olvasás. Attól függ, hogy mi az, amit rituális cselekményként definiálunk. Nemek, korcsoportok, foglalkozások képviselője is alkothatnak külön kultikus közösséget, mint ami ma van a feminizmus, a Black Lives Matter, a bevándorlók, a szocialisták, meg ezek a hasonló dolgok. A kultusz megalapítását primitív fokon épp úgy, mint a dogmatikus vallásokban magának az istenségnek, ősöknek, kultúrhéroszoknak tulajdoníthatják. Ezek az istenek, szentek, azok, akik kijelölik, hogy hol és hogyan imádják, vagy tiszteljék őket. Mi egészen véletlenül csak megnézzük az írásokat, és megpróbáljuk megtudni, hogy mi az, amit a mindenség teremtője, Yahuwah, az egyetlen élő Elohim mondott, arra vonatkozóan, hogy ő hogyan képzeli ezt az egészet el. Nem, hogy
én mit gondolok arról, hogy ő hogyan képzelje, hanem hogy ő mit gondol arról. És ezt mi megtanuljuk, megfejtjük, és próbálunk azt szerint élni. Az, hogy ez nem tetszik a társadalom többségének, az egyébként egyáltalán nem meglepetés. Ismervén azt az életstílust, illetve erkölcsi szintet, amelyen a társadalom mozog. Elmondtam már számtalanszor, hogy a kereszténység nem más, mint egy pogány tradíció, illetve számos pogány tradíció együttese. Semmi köze nincs az írásokhoz, vagy ahhoz, amit a teremtő akar, arról nem beszélve, hogy ahhoz, amit a másiák, vagy a megváltó csinált, vagy tanított, mikor ő itt járt köztünk, de ez egyértelmű lesz most. A keresztény egyházak kialakulásuk során a régi pogány kultuszok sok elemét magukba olvasztották, átértékelték. Ilyen például a karácsony, a vasárnapi mise, a húsvét, az, hogy mindent lehet enni, inni, csinálni, beszélni, öltözködni, bárhogy lehet, ez mind-mind régi pogány kultuszok elemei. Ez a kereszténység mára, nem a katolikus, a kereszténység úgy általánosságában. De a világi oldal számára elmondom, hogy amit ők csinálnak, az szintén kultusz, ha eddig nem esett volna le, más elemek viszont a népszokásokban színjátszássá szelidülve maradtak fenn. Például a maszkos alakoskodások jó része régi kultuszok emlékét őrzi. Mikor a kis aladár lázasan készül a farsangra, akkor ő egy kultusznak az emlékét tartja fenn, egy pogány tradíciónak. Ugyanúgy, ahogy ez a kereszténységben történik minden karácsonykor, húsvétkor és az összes többi alkalommal. Úgyhogy mindenki része egy kultusznak, csak a legtöbb embernek fogalma sincs róla, hogy az mihez kapcsolódik, hogy mik azok az istenek vagy szentek, akik kijelölték ezt az utat számukra. Mindenki követ valamit, az egész emberiség mindig is így élt. Úgyhogy a tudatlanság ebben az esetben lehet, hogy egy áldás, de a végén semmiképpen sem lesz az. Térjenek vissza a keresztények, és füleljenek újra. Azokat az elemeket, melyeknek átértékelése nem volt lehetséges, amiket nem lehetett, a pogányokat, ezeket már nem lehetett beolvasztani, a kereszténység varázslásnak minősítette, hiszen a kereszténység nem más, mint ősi, pogány, kultuszok összessége. Úgyhogy nem én vagyok a kultusz, amitől tartani kellene az embereknek, hanem a kereszténység az a kultusz, amitől tartani kellene. Különösen azoknak, akik számítanak valamiféle életre a halál után. Oké, akkor kivel van a probléma? Hazánkban leginkább a római katolikus egyház adott lehetőséget a vallásos kultusz népi formáinak kialakítására. Hogyan? Úgy, hogy bár gondoskodik az istentisztelet egyöntetűségéről, a megengedett kereteken belül helyi kultusza alakulhat ki például kinek egy-egy szentnek. Akkor kivel van a probléma és kitől kell tartani? Tőlem, aki azt mondja, hogy ami le van írva, az úgy van, az az atya akarata, és ő nem változik, és ez mindig is így lesz, és nekünk úgy kellene élnünk, és ha úgy élnénk, akkor úgy néznénk ki, mint egy civilizált ország, nem úgy, mint egy szeretvedett csürhe. Vagy attól, aki minden sarkon kialakít mindenféle akárminek egy-egy kis szentét, meg keresztet, meg egy szobrot, és akkor ott hajbókol mindenki, fogalma sincs semmiről, miközben le van írva az első parancsolatban, hogy ezt nem lehet csinálni. Vagy a keresztény, akit semmi nem érdekel. Kegyképek, búcsújáró helyek is külön kultusz tárgyaivá lehetnek. Úgyhogy mindenki, aki összeszedi a kis családját, járja ezeket a vásárokat, meg a meneteket, meg a farsangokat, meg ezeket a beöltözéseket, az mind-mind ebbe vesz részt. És ráadásul mind olyan, amit egyiket sem hagyta jóvá a teremtő. Én például a gyógyító erejűnek tartott források mellett, látomások nyomán, stb. Ugye ez mind a katolikusoknak szól. Befejezésül, ha már ennyit beszéltünk a katolikusról, akkor nézzük meg, hogy mit mondanak ők a kultuszról. Ugye colocolere művel szóból ered, ami egy latin kifejezés, és szoros értelemben hivatalos istentisztelet, tág értelemben nyilvános tiszteletadás. Mint egy rockkoncert, vagy egy film sztárnak a bevonulása, vagy a futballsztárok, vagy a politikusok, teljesen mindegy, mindenki, aki nyilvánosan tiszteletet ad, ilyen értelemben az egy kultusznak a részese. Az Ószövetségben, a Tanákban ezt egész egyszerűen szolgálatnak hívták, és nem volt erre kifejezés. Szolgálatként
jelent meg, vagy szolgálat tételként jelent meg ez a szó, illetve ez a jelenség. Ez megjelenik egyébként a latin vulgátában, de a görög Septuagintában szintén, persze más-más, ugye kolére a kifejezés, és kultus a főnév, úgy mint tisztelet vagy szolgálat, míg a Septuagintában katergon a kifejezés, amely egy általánosabb kifejezés. De egyébként érdekes módon inkább a latreoin szót használja 90-szer körülbelül, ez ugye a Septuaginta, és legtágabb értelemben, ugye ezt használja, a liturgia azonban a sátorban szolgálatot tevő pap műszava volt. Így fejezvén ki az ő működésüket, ahogyan Elohim felé szolgáltak. Ez a latreoin, illetve a latrea a brit hadosában, a megújult szövetségben szintén előfordul, és általában Isten tiszteletre vagy imádságra használják, de egyébként a báványimádást is beleértve. Érdekes az, hogy ez a liturgia, ami ugye a liturgia kifejezés, amit mi is használunk, ez csak háromszor fordul elő, és ez az, amit ugye a sátorban használtak, a brit hadosában, a megújult szövetségben csak háromszor fordul elő, egyébként pedig ezt az előző két kifejezést használja általában. Ugye 21-szer és 5-ször, ami szolgálatra utal. Tehát már a papi szolgálatra szorosan ezzel a szóval nem utal vissza. Ennyit a kultuszról, és remélhetőleg most már mindenki érti, hogy mindig is egy kultuszban élt, mindig is abban fog élni, és a tudatlanságnál sokkal-sokkal jobb az, hogyha tájékozódunk és megpróbáljuk elfogadni az igazságot, még akkor is, ha az legtöbbször fájdalmas.